Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Énekeljük testvéreim, a mi Urunk iránti hálánkat kifejezve és neki örvendezve a 105. Zsoltár első versét, adjatok hálát az Istennek. Segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten, övé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amelyet lelkünk épülésére olvasok, Mózes 3. könyvének 19. fejezetéből, és Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levele 6. fejezetéből. Így olvasom ezeket a válogatott verseket. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak, egész közösségéhez, és mondd meg nekik, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Anyját és apját mindenki tisztelje. Tartsátok meg szombatjaimat, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne forduljatok a bálványokhoz, és ne készítsetek magatoknak öntött Isten szobrokat, én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Amikor földetek termését learatjátok, ne arassátok le egészen a mező széléig, és ami aratás közben elhullott, azt ne szedjétek föl. Szőlődet se böngészd végig, és a szőlődben lehullott szemeket ne szedd föl. Hagyd ott azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. Én az Úr vagyok, a ti Istenetek. Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát. Ne esküdjetek hamisan nevemre, mert meggyalázzátok Istenetek nevét. Én vagyok az Úr. Fele barátodat ne snyargasd és ne rabold meg. A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig. A süketeket ne szidalmazd, a vak elé neves gáncsot. Félj Istenettől, én vagyok az Úr. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígérhet fűződik, mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel. Isten igéje legyen maradandóvá a szívünkben, maga az Úr tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt,
és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasíts meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjében, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Testvéreim, most az ige hirdetésére, hallgatására készülve énekeljük a 432. dicséretünket. A 432. dicséretünknek énekeljük az első 7 versét. Mi kegyes atyánk, bölcsességnek ura.
atyánknak s anyánknak, édes hazánknak. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom számotokra. Írva található a példabeszédek könyve 23. fejezetében, a példabeszédek könyve 23. fejezetének 22. és 23. verseiben eképpen. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Vedd meg, és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és az értelmet. Kedves ige hallgató testvérek, az apák és anyák bölcsességéről szeretnék ma szólni. Kikhez szól ez a példabeszéd? Salamon bölcs mondásokban, példabeszédekben tanította az utódait és a késői utódokat, mindannyiunkat. Kikhez szól ez a példabeszéd? Könyvének nagy része saját fiának, Salamon fiának szól. De az utolsó fejezetben mégis azt találjuk, hogy egy asszonyról, egy feleségről, egy édesanyáról van szó. És ebben a fejezetben olvashatjuk azt is, hogy nem csak egy férfinek, hanem egy nőnek is félnie kell az urat. Az igazi bölcs asszony az urat féli és dicséretre méltó. Nem csak a férfi dolga, hogy gondja legyen a szegényekre. Ebben a salamoni utolsó fejezetben, vagy a példabeszédek könyv utolsó részében azt olvashatjuk, hogy a nőnek is, az asszonynak is dolga, hogy gondja legyen a szegényekre. Hogyha egy lány megnő és férhez megy, akkor sajátos feladatai lesznek. Ő lesz a ház, az otthon gondviselője, neki kell ügyelni arra, hogy minden rendben menjen, Isten bölcsességére épp úgy szüksége van neki is, mint a férfiaknak. Vannak, akik lenézik azokat a feleségeket és édesanyákat, akik nincsenek kereső állásban. Az olyan asszony, aki családjáért él, pontosan azt teszi, amit Isten rendelt a számára. Egy gyermek istentiszteleti tanító megkérdezte a gyerekeket, hogy mik szeretnének lenni, ha majd felnőnek. A szokásos válaszokat kapta: orvos, ápolónő, tűzoltó, sportoló, stb. Egész addig még sorra nem került egy Anna nevű kislány, aki halkan ezt mondta: feleség és anya szeretnék lenni. Az nem foglalkozás, felelte az egyik társa. Milyen állásba akarsz menni, ha felnősz? Ez is állás. Én ezt akarom betölteni, felelte a kislány sírásra görbülő szájjal. Akkor megszólalt a tanító: Annának igaza van, feleségnek és anyának lenni nagyon fontos állás, mégpedig olyan, amely teljes munkaidőt vesz igénybe. A feleségek és anyák rendkívül elfoglalt emberek, hiszen törődniük kell családjuk és otthonuk minden gondjával. Én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak. Egész életem során ő volt a legnagyobb hatással rám. Ha ő nem lett volna, akkor nem sokat tudnék az Úrról. De ő hűségesen tanított, és többek között ezért is lehetek ma gyermek istentiszteleti tanító. A gyerekek erre fellelkesültek. Az én édesanyám is ilyen. Sok mindenre megtanít, most éppen varni tanulok tőle. Az enyém babákat készít, vásárokon árulja őket. És mire a gyermek istentiszteletnek vége volt, minden gyerek meg volt győződve arról, hogy feleségnek és anyának lenni csodálatos dolog. Anna tehát boldogan ment haza. Az idézett példabeszéd az apát és az anyát külön nevezi meg. Hallgass apádra, nevesd meg anyádat. Épp úgy, ahogy a parancsolat is külön nevezi meg a szülőket, tiszteld apádat és anyádat.
A héber nyelv konkrétan beszél apáról és anyáról. Nincs rá összefoglaló szó, mint például a görög nyelvben a szülők szó. Az efézusi levélben azt olvassuk, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek. Itt tehát már többes számban összefoglaló szóval szerepelnek az apa és az anya. És csak ezután idézi az efézusi levél, az új szövetség a parancsolatot, tiszteld atyádat és anyádat, a második kőtábla első parancsolatát. Figyeljünk arra, hogy a Biblia az anyát is nyomatékosan megnevezi. Még az is előfordul, hogy először említi az anyát, és csak azután az apát. Hallottuk az olvasmányban, Mózes harmadik könyvének a 19. fejezetében azt, hogy szentek legyetek, mert én a ti istenetek szent vagyok, anyját és apját mindenki tisztelje. Itt először az anya szerepel. Nem a második helyen áll, hanem ugyanazzal a tisztelettel kötelesek vele bánni, mint az apával. A gyakorlat azt mutatja, hogy a gyerekek visszaélhetnek azzal a ténnyel, hogy anyjuk fizikailag nem képes szavaiknak nyomatékot adni. Még a testileg és a pszichikailag is leromlott anyjukat is tiszteletben kell tartani a gyermekeknek. Nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Fogadjuk meg mindannyian ezt a komoly intést. A kisgyermekek édesanyjuk szépségét, kedvességét, ügyességét, öltözködését csodálják. A Biblia az édesanyával kapcsolatban az életbölcsességet hangsúlyozza. A szülői oktatásnak, nevelésnek tartalmaznia kell az Istennel való kapcsolatot is. A bölcsesség kezdete, az Úrnak félelme és a Szentlélek megismerése ad értelmet. Ez a példabeszédek bölcsességének a kiinduló pontja. Az életbölcsesség, az ismeret és a tudás, amely felolvasott igényben is szerepelnek, élettapasztalatot jelentenek. És ennek alapján a jó és a rossz megkülönböztetésének a képességét. A héber értelem, megértés szó, az elválasztás, a megkülönböztetés szógyökből származik, amelyet Isten alkalmaz, például akkor, amikor a teremtésben választja el, amikor a teremtésben elválasztja a sötétséget és a világosságot. A megkülönböztetés tehát ugyanaz, mint az értelem és a megértés szógyöke. A szülői oktatás alatt felnövekedett és megérett fiatalember számára veszélyt jelent, hogy meg tud állni saját lábán, megkörnyékezi a kísértés, hogy többé ne hallgasson a szülei tanácsára. Ezért hangzik el a példabeszéd. A példabeszéd tehát az ifjaknak szól, mind a fiúknak, mind a leányoknak. De érdekes, hogy a 10 parancsolatban, a parancsolatok sorában pedig azoknak szól elsősorban a tiszteld apádat és anyádat, akiknek már vannak fiai, leányai, szolgálói, szolgái, állatai és kapujukon belül tartózkodó jövevényei. Ez a vers előzi meg az 5. parancsolatot, ezekhez szól Isten törvénye. Vagyis a választott nép derékhadához, legszélesebb rétegéhez, dolgozóihoz, munkásaihoz, harcosaihoz szól első renden ez, hogy hallgass apádra és anyádra, még akkor is, ha megöregszik. A szülői hivatást azt tudja betölteni, aki a feladatát a megbízóitól eredőnek tudja, a megbízójától eredőnek tudja. És aki túlmutat önmagán, az apai gondoskodás és anyai gyengétség ősforrására, a megbízóra, Istenre. Maga is úgy engedelmeskedik, mint aki Krisztusnak engedelmeskedik, maga is úgy nevel, mint aki a mennyei atyára tekintve nevel. A szent igében előttünk levő példabeszéd így kezdődik, hallgass
apádra és anyádra, azaz röviden összefoglalva, hallgass rá. Ez a kifejezés, ez a szó eszünkbe idézi a zsidó nagy parancsolatot, amelyik ugyanezzel a szóval kezdődik, halld, hallgasd, Izrael. Ősi hagyomány szerint ennek a szónak az utolsó betűjét a rendesnél nagyobb betűtípussal írják. Minden rabbi iskola kiemeli ezt a megkülönböztetést. Ez a kiemelés, figyelmeztetés a tanítás fontosságára, ez az egy ilyen igehely van az egész Ószövetségben, ahol egy megkülönböztetett betűtípust használnak írásban és nyomtatásban is. Hallgass rá! Ez a felszólítás tehát mindannyiunknak szól, épp úgy, ahogy a nagy parancsolat egész Izraelnek, kicsintől fogva nagyig. A második kérdés az, hogy mire szólít fel ez a példabeszéd. Egy mese vezessen be a válaszra bennünket. A kis róka réten felfigyel a nyuszira. Látja, hogy a földön keresgél, és közben pityereg. Hát neked mi bajod? Kérdezi tőle. Volt két kövem, de elhagytam az egyiket, szepegi a nyuszi. Az egyik ez a csillogó gyémánt, a másik meg egy kabics. Róka nem érti a dolgot. Mire ez a nagy sírás? Hiszen megmaradt a gyémánt. A másik csak egy értéktelen kabics volt. Igen, válaszolja a nyuszi, de azt a kabicsot édesanyámtól kaptam. A példabeszéd arra szólít fel tehát bennünket, hogy ne adjuk el az igazságot. Az igazságot eladni pedig annyit jelent, mint megalkuvó kompromisszumot kötni, vagy egészen föladni azt. Az igazság alapszava héberül ámon. Ebből származik az ámen szó. Ez az alapszó elsődlegesen azt jelenti, hogy valami szilárd, biztos, hitelre méltó, olyan, amire támaszkodni lehet. Nekünk tudni kell, hogy kitől kaptuk az igazság értékét. Pál apostol Timóteusnak mondja, hogy az igazságot tudjad, kitől kaptad, és Isten igéjét aszerint olvasd és értékeld, tudván, hogy kitől kaptad. A kereskedelem nyelvében a vétel és az adás szó szerepelnek, ami a héber mondatban is. A példabeszéd intelmében tehát ez szerepel. Ma olyan időket élünk, mikor az emberek inkább feladják a hitüket, semhogy szenvednek érte. Ideköltözésünk, mondhatom visszaköltözésem után, voltak olyan kéregetők, akik becsengettek a lelkészi hivatalba, és kértek egy vadonatúj Bibliát, mert úgymond a régit elvesztették, és újat szerettek volna olvasni. Aztán a könyvesboltban viszont láttam az odaadott Bibliát, ami eladott Bibliává lett. Ne adjuk el, ne adjuk fel az igazságot. A Gallup intézet az 1980-as években széleskörű átfogó tanulmányt készített Amerika, az Egyesült Államok vallási életéről. Ebben a felmérésben az szerepelt, hogy 60 millió amerikai vallotta magáról, hogy megtért. És az ország lakosságának rendkívül nagy százaléka azt vallotta, hogy a Biblia Isten igéje. Hol vannak ma ezek a milliók? És hol vannak a hívők ma Magyarországon, a mai magyar valóságban? Hol vannak a hívő szülők, a hívő apák és édesanyák? Hányan adták oda lelki elhívásukat és szép hivatásukat? Egy történetet olvastam egy kislányról, aki az édesanyjával az áruházban nézelődött. Az édesanyja egy kabátot vásárolt, és vitték egy szatyorban ki a régi kabátot is, az édesanyján ott volt az új kabát. Mikor kimentek az áruházból, a kirakatban még végignézték a kollekciót.
És ekkor egy kopott kabátos asszony állt meg mellettük, aki szóba elegyedett velük, az édesanyával, beszélgettek, és a beszélgetés végén, mikor elköszöntek volna egymástól, az édesanyja azt mondta, asszonyom, önnek adom a kabátomat. Levette magáról az új kabátot, és felvette a szatyorban nála levő régi kabátját. A kislány meghökkent a cserén. Anya, hogy tehetted ezt? Miért nem a régi kabátodat adtad oda neki? Az édesanyja megtanította arra, hogy ha valamit adunk, akkor annak akkor van az igazi értéke, hogyha a legjobbat adjuk. Ne adjuk el az igazságot, hanem vegyük meg azt. Az igazság a legdrágább dolog. Szerezzük meg és vegyük birtokba. De hogyan? Jobb könyvében azt olvassuk, hogy az igazság színaranyért nem szerezhető meg. Egyedül Isten ismeri az ahhoz vezető utat, és ő tudja annak lelőhelyét. Jobb könyve 28. fejezet. Jézus Krisztus személyében, ő benne lehet a miénk az igazság, mert ő maga az igazság. Két beteg feküdt egy kis kórházi szobában. A szoba akkora volt, hogy éppen hogy csak elfértek benne. A kezeléshez hozzátartozott, hogy az egyikük minden délután felülhetett egy órácskára az ágyában, valami folyadékot csapoltak le a tüdejéből. Az ő ágya az ablaknál volt. A másiknak viszont nem volt szabad felkelnie, állandóan a hátán kellett feküdnie. Mindketten csendben, mozdulatlanul várakoztak. Hálásak voltak a békés, nyugodt helyért. A normál kórtermekben nyüzsgés, fecsegés, kíváncsiskodó tekintetek voltak, itt senki nem háborgatta őket. Persze volt is hátránya a helyzetüknek, szinte semmit nem volt szabad tenniük. Nem olvashattak, nem hallgathattak rádiót, televíziót azt meg végképp nem nézhettek. Napjaikat csendesen, mozdulatlanul kellett eltölteniük egymás társaságában. A hosszú délelőtti órákat azzal töltötték, hogy feleségükről, gyermekeikről, otthonukról, munkájukról, kedvenc időtöltéseikről beszélgettek, vagy éppen arról, hogy mit csináltak a háború idején, vagy hogy merre nyaraltak. Ám délutánonként, amikor a tüdőbeteg urat felöltették, az az egy óra úgy telt el, hogy beszámolt arról, amit az ágya melletti ablakból látott. A másik beteg már csak ezért az egyetlen óráért élt. Az ablak az elbeszélés szerint egy parkra nyílt, ahol egy tó volt kacsákkal és hattyúkkal. A gyermekek kenyérre letették őket, és kis hajómodelleket úsztattak a tavon. A fák alatt fiatal szerelmesek sétáltak kéz a kézben. Virágok tarkáltak a parkban, és szép gyep zöldelt mindenütt. Egyesek labdát dobáltak, mások élvezték a napsütést. A háttérben pedig a parkot szegélyező fák mögött felsejlett a város körvonala a távolban. A hátán fekvő úr végighallgatta mindezt, és élvezett minden egyes pillanatot. Egy gyerek majdnem beleesett a tóba. Szép lányok sétáltak nyári ruhájukban a parkban. A labdajáték vége nagyon izgalmasan alakult. Egy fiú pedig játszott a kiskutyájával. Egy szép délutánon, mikor éppen egy felvonulás haladt arra, a hátán fekvő úr arra gondolt, miért pont Wilson került az ablak mellé, ő élvezheti a látványt. Miért ne volna ez nekem is lehetséges? El is szégyelte magát, hogy ilyen fordult meg a fejében, ám minél jobban próbálta elhessegetni a gondolatot, annál erősebb lett a vágya, hogy ő is láthassa azokat a látnivalókat. Úgy érezte, bármit megtenne azért, hogy az ablakhoz kerülhessen. Pár napon belül ez az úr teljesen besavanyodott. Neki kellene az ablaknál lennie. Annyira téprődött rajta, hogy aludni se tudott, és a betegsége súlyosabbra fordult, aminek az orvosok sehogy se értették az okát.
Egy éjszaka, miközben a mennyezetet bámulta, Wilson hirtelen felébredt, fúdokolva köhögni kezdett, a tüdejét elötömítő folyadéktól. Kezével tapogatózva kereste a vészcsengő gombját, minek a hangjára oda sietett az éjszakai nővér. De már nem mozdult. Még egyszer utoljára levegő után kapott, aztán teljesen megszűnt lélegezni. Szobatársa tovább bámulta a mennyezetet. Reggel, amikor a nappali nővér bejött a szobába, és hozta a mosdóvizet, mindenféle felhajtás nélkül elvitték a halottat. Amikor már nem tűnt illetlenségnek, az egyedül maradt úr megkérdezte, hogy átköltözhetne-e az ablak melletti ágyba. Az orvos beleegyezett, hogy átvigyék, a nővér betakargatta, és kényelmesítette számára új fekvőhelyét. Alig, hogy magára maradt, gyötrelmes erőfeszítés árán félkönyökre támaszkodott, hogy kinézzen az ablakon. Az ablak egy fehér falra nézett. Az igazságot vegyük meg. Jézus Krisztus nem ilyen kiszínezett, elképzelt igazságot hozott számunkra. Isten mindenkinek adja a bölcsességet szemrehányás nélkül, minden apának és minden anyának. Az igazán vágyakozó képes mindent odaadni az igazságért. Nemrégiben vetítette a televízió a Sas leszállt című világháborús filmet. Ebben a filmben a legtöbb szereplő az életét adta bizonyos elvekért és a katonai becsületért. Nem adták fel, nem adták el a maguk vélt igazságát. Inkább meghaltak. Hány ilyen példa van előttünk a Szentírásban is? Akik nem adták fel, nem adták el az igazságot. Jézus Krisztus az egyetlen igazság. Salamon király tudta ezt. Ragadjuk meg Jézust minden áron. Salamon a példabeszédek könyve szerzője úgy lett király, hogy anyja Betsabé közben járt érte a haldokló férjénél, Dávidnál. Ezt mondta neki: Uram, te megesküdtél szolgáló lányodnak az Úrra, a te Istenedre, a te fiad Salamon lesz utánam a király, ő fog a trónon ülni. Betsabé olyan nagy becsben volt a király udvarban, hogy a király eléje ment, meghajolt előtte, majd a trónjára ült, és hozatott egy céket az anya királynőnek, aki a jobbjára ült. A mi vélekedésünkben Betsabé a testi oldaláról híres. Pedig az ige ennek az édesanyának a bölcsességét emlegeti. Csak Krisztusra nézve lehet ilyen bölcsességünk. Salamon és Betsabé jól tudták, hogy mit ígért Isten Dávidnak. Legyen ilyen bölcsessége minden édesanyának, minden édesapának, minden igehallgatónak és minden igeolvasónak. Így ünnepeljük az anyák napját Isten igéjével és az ő bölcsességével. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Hála és köszönet tölti a szívünket, mennyi édesatyánk, édesanyáinkért. Könyszökik a szemünkbe, ha rájuk gondolunk. Ránk áldozták fiatalságukat, erejüket, szépségüket. Nem azon törték a fejüket, hogy milyen karriert járjanak be. Nem gondoltak arra, hogy mi mindent érhettek volna el, hanem boldogságokat abban látták, és annak tudtak szívből örülni, ha mi megálljuk a helyünket az iskolában, a munkahelyen, ha mi becsületes, Istenfélő emberek leszünk. Úr Jézus Krisztus, nem csak azt köszönjük meg, hogy minket felneveltek, hanem azért adunk hálát, hogy úgy neveltek föl, hogy téged megismerhettünk, és téged megismertettek velünk. Köszönjük az ő beléd vetett hitüket, az élő reménységet. Köszönjük, hogy a nehéz napokban
ott voltak mellettünk, hogy láthattuk őket imádkozni. Áldott légy, hogy testi, lelki, szellemi nevelésben részesítettek minket. Köszönjük, hogy a család tagjaival együtt mehettünk vasárnaponként a templomba. Köszönjük, Urunk, mindezt, és most, amikor nem jöhetünk együtt a templomba, ezen a különös anyák napján, hadd tegyük oda a lelkünket, tudva azt, hogy ha már itt a földön nem is, de az égi honban fenn, Jézusunk kebelén, viszont látjuk egymást. Szentlélek, Úristen, légy az édesanyákkal, akik még ebben a földi világban élnek. Vigasztald őket, ha gyermekük miatt búslakodnak, ha gyermekük miatt bánat járja át a szívüket. Irányítsd a gyermeki szíveket, hogy még élnek az édesanyák, szeretettel vegyék őket körül. Kérünk téged, hogy te add meg a mi szüleinknek, drága szüleinknek, a te nagy kegyelmedet, hogy a te ígéreteidet elvéve elnyerjék az örökséget, amelyet te készítettél el a téged szeretőknek. Imádkozunk, Urunk, nemzetünkért, édes hazánkért. Imádkozunk az orvosokért, ápolókért, minden kutatóért, minden jó akaratú emberért, aki szeretné a másikat a bajtól megszabadítani, és imádkozunk a bajban levőkért, te adj nekik türelmet, álhatatosságot, igazi bölcsességet, hogy a bajban ismerjék fel, hogy te vagy az igazi barát, Jézus Krisztus. Amen. Imádkozzuk együtt Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük, testvéreim, a 167. dicséretünket. Hirdetem, hogy a szolgálatok idején, a járvány idején a szolgálatokat elvégezzük, temetési szolgálatot végzünk. Gyülekezeti honlapunkon megtaláljuk gyülekezetünk híreit. Kérem, hogy kísérjék mindezt figyelemmel. Adójuk 1%-ának felajánlásával pedig támogathatják mind a Magyarországi Református Egyházat, technikai számon beírva, mint pedig a Szemper Reformáli Debet Alapítvány gyülekezetünk alapítványát. A záróénekünk tehát a 167. dicséretünk lesz, annak énekeljük az első és a harmadik versét, a 167. dicséretünk így kezdődik, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel, mert rajtunk itt az Úr nagy csoda dolgot mivel. Már anya ölben is volt mindig
a Szent Lelket áldom. A mennyórát kiben Szent egybe ford a három, aki úgy szól ma is, ahogy régen te szólt, nem változik az ő, és az lesz, aki volt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Ámen.